Az Agrotrend csoport kiírásában és szervezésében idén immáron 5. alkalommal került sor a Magyarország legszebb birtoka díj kiírására. A díjkiosztó gálának ezúttal formabontó módon egy kerti parti keretében a tavalyi győztes hajdúnánási nyakas farm adott otthont. A hazai Agrárvilág színejavát felvonultató rendezvényen a 8 kategória győztes mellett a legtöbb szavazatot besöprő közönségdíjas és a kategória győztesek közül kiválasztott fődíjas, azaz a Magyarország legszebb birtoka cím idei nyertese is kiválasztásra került. Az idén egyfajta kis jubileumot is ünneplő rendezvény a mezőgazdaság szépségeit, a gazdák életének megismertetését és a hazai agrárium elismerését tűzte célul, mondta el a gálaestet megnyitó köszöntőjében Mátrai Zoltán, az Agrotrend csoport alapító ügyvezetője. 5 éve, amikor ezt kitaláltuk, akkor az volt az alapötlet, hogy megtaláljuk azokat a szép birtokokat hazánkban, akiket másoknak példaképként tudunk majd mutatni. Ma sok szó esik arról, hogy mit jelent a generációváltás. Ugye a generációváltásban sokan érdekeltek ma a mezőgazdaságban, és amikor a birtokbejáráson voltunk, sokszor tapasztaltuk is, hogy a birtokok többségénél a generációváltás így vagy úgy, de feladat, sok helyen megoldott feladat. A 70 fős szakmai zsűri ezúttal is országszerte végig látogatta a 8 kategória 24 jelöltjét, a 2 hét alatt összesen mintegy 5000 kilométert megtéve. Az az érzés, ami egy birtokbejáráson körül leng minket, aki már volt, azt tudja, hogy van egy csodálatos élmény. Rengeteg sok élmény az, amit kapunk, rengeteg sok érzéssel találkozunk. Családok történeteit, örömeit, bánatait, sikereit, vagy kudarcaikat tapasztaljuk és halljuk meg. Olyan birtokbeli helyekre is elvisznek minket, ahova egyébként halandó ember nem járhatna. Videóinkat, amit mindig készülök számokkal, most is van egy érdekes szám, az összes videó, amit készítettünk és megosztottunk a Facebookon, YouTube-on és a saját oldalunkon, több mint 1 millió megtekintése van erről az idei évi kiírásról. Én azt gondolom, hogy mi nem tudunk jobbat elérni annál, hogy ezzel hirdetjük a mezőgazdaság szépségét. Mátrai Zoltán után a tavalyi győztes házigazda Nyakas András és hajdúnánás polgármestere Szólát Tibor, valamint dr. Tiba István, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a vendégeket. Én mindenkinek jó beszélgetést kívánok, ismerkedést. Voltunk már sok olyan rendezvényen, ahol üzletek is köttettek. Én mindenkinek azt kívánom, hogy érezze jól magát. Szeretném megköszönni Mátrai Zoltánnak és a kedves csapatának azt, hogy fővállalták, hogy az agrárium társadalmi megerősítését a zászlóra tűzik. A díj szakmai partnere a kezdetek óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Zászlós Tibor, a kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke a Magyarország legszebb birtoka díj fontosságát és a hazai mezőgazdaság erősödését emelte ki köszöntőjében. Amikor körbejártunk a birtokon, a úgynevezett birtokbejárást végeztük, akkor bizony nem lehet így nevezni, de én azt mondtam, hogy ez nem birtokbejárás, ez csodajárás. És csodajárás az 5. évbe is. És mindazok, akik azt mondták, hogy ez kifullad, hát nincs annyi birtok, hát 24 birtokot, ugye most is megnéztünk, és ezt 5-ször beszorozva. Nem lett igazuk. Közben folyamatosan növekszenek a bemutatható birtokok számai. Mint eddig minden évben, ezúttal is a Grupama biztosító volt a díj fő támogatója. Baranyi Szabolcs, a Grupama mezőgazdasági üzleti igazgatója is megosztotta a díjjal kapcsolatos gondolatait. Én nagyon büszke vagyok azokra a cég tulajdonosokra, akik megmerik mutatni a telepeiket. Azért mi ott a háttérben tudjuk azt, hogy sokan nem merik, nem akarják, nem merik magukat fölvállalni. Én nagyon-nagyon szívesen veszem azokat, akik ezt fölmerik vállalni, és megmutatják, hogyan gazdálkodnak, hány hektáron, milyen eszközökkel, és ezt el tudjuk vinni olyan emberek közé ezeket az információkat, akik ebből tanulhatnak, vagy olyat látnak, amit még nem láttak. Azt kérem mindenkitől, mint főtámogató, hogy nem az a lényeg, hogy aki nem nyer, vagy nem a fődíjas lesz, vagy nem a kategória díjas lesz ma, az megharagudjon, vagy megsértődjön. Szerintem már az is egy nagy kitüntetés, hogy itt lehetünk, és a kategóriából a 3 legjobb
vagy a legszebb birtok megjelenhet. Dr. Nagy István agrárminiszter ezúttal személyesen nem tudott jelen lenni, de lélekben közel érzi magához a rendezvényt, ezért egy rövid videóüzenettel készült a jelenlévők számára. A Magyarország legszebb birtoka versenyen átadott elismerések olyanok, mint a könyvjelzők egy olvasmánylapjai között. Megmutatják, hol tartunk, hova érdemes tekintetünket szegeznünk, mire kell odafigyelnünk. A díjak megmutatják, hogy kik azok, akik élen járnak a minőségi mezőgazdasági termelésben. Az Agrárminisztériumban hiszünk abban, hogy a magyar agrárium velünk élő, mindig megújuló örökségünk. Köszönettel tartozunk, hogy megóvásában és tovább örökítésében számíthatunk Önökre. Kívánom, hogy szellemiségük és tapasztalatuk legyen követendő minél több gazdálkodó számára. Gratulálok minden résztvevőnek és a kategória győzteseknek egyaránt. Végül, de nem utolsó sorban, Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, a Magyarország legszebb birtoka díj fővédnöke köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Meg kell mutatni azt, ami sikeres, ami eredményes, ami jó. Ki kell nyitni a kapukat, és nem elzárni egymás elől az információt, hanem segíteni egymást. Mert lehet, hogy külön-külön részeredményeket érünk el, de sikeresek, csak együtt lehetünk. Nekem az a meggyőződésem, hogy ezt a küldetését ez a verseny teljesítette. Hiszem, hogy ez a verseny hozzájárult ahhoz, hogy a legjobb módszereket, a legelmélyültebb tudást, a legsikeresebb megoldásokat át tudjuk adni a következő generációknak is. A kategória jelöltjeit fordított ABC sorrendben szólították a színpadra. Az első kategória a szőlészetborászat, elsőként pedig a kategóriát támogató Huminis Kutatásfejlesztő Kft. Ügyvezetője Pajis István mondta el a díjjal kapcsolatos gondolatait és köszöntötte a jelölteket. Mi fogyasztók az üzletek polcairól a magyar termékeket, míg hogyha az egy kicsit adott esetben drágább, de azt tudjuk, hogy sok esetben egészségesebb, jobb ízű, ezeket válasszuk, hiszen ezzel azokat a gazdákat, azokat a gyümölcs, szőlő, vagy éppen tej, hús termelőket támogatjuk, akik itt vannak, illetve most mai napon nyilván nem mindenki lehet jelen. A szőlészetborászat kategória döntősei az Eszterbauer pincészet, a Günzer pincészet, valamint a Varga pincészet voltak. A szőlészetborászat kategória győztese a Varga pincészet. Gratulálunk! Önmagában az is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek, életemben először, és most még ráadásul egy ilyen fantasztikus díjat vihetek haza a családunknak és a munkatársaimnak, tehát ez egy óriási dolog. Tulajdonképpen nem készültünk mi erre. Tehát igazából mi nem akartunk egy szép birtokot építeni, hanem mi meg akartuk csinálni, vagy meg akarjuk csinálni Magyarország legjobb borát, vagy talán majd egyszer Európa legjobb borát. A szántóföldi növénytermesztő birtok kategória támogatója a Zaten Union Hungária Kft. A gálán Blum Zoltán ügyvezető nem tudott részt venni, így köszöntő szavait Hanvas Atanáz, az Agrotrend csoport társtulajdonosa tolmácsolta. Egy szép birtokról rögtön tudja az ember, hogy a gazdája szereti és élvezi a munkáját, hogy hivatásának és alkotó teremtő tevékenységének tekinti a növénytermesztést. Ezzel azt is bizonyítja, hogy a hazai körülmények a legmagasabb színvonalú mezőgazdasági munkák elvégzésére is alkalmasak. A megmérettetés ugyanakkor lehetővé teszi a gazdatársaknak, hogy a jó példából tanuljanak és erőt megítsenek, ráirányítja a nem mezőgazdaságból élők figyelmét az ágazatra, és remélhetőleg egyre több fiatal figyelmét is erre a csodálatos szakmára. A szántóföldi növénytermesztő birtok kategória döntőjébe az Ageragri Kft., a Wassner és Wassner családi gazdaság, valamint a Zsankó gazdaság került. A szántóföldi növénytermesztő birtok kategória győztese pedig az Ageragri Kft.
Kovács Bálintot a családi gazdaságukról és a generációváltásról Jakab István kérdezte. Azt tudtam nekik mondani, hogy én ahol tudok segíteni, az a mezőgazdaság. Döntsék el, hogy kilépnek ebből és tovább mennek, vagy maradnak itt. Szerencsére itt maradtak mind a két gyerekem. A lányom 3 agrárdiplomával rendelkezik, de ő az ügyvezető a Kft-be. Ő növényvédőmérnök, precíziós mérnök és kertészmérnök. Jó magam, ugye én állattenyésztő vagyok. Nekem egy nagy kihívás volt növénytermesztőnek lenni, sokat kellett tanulnom az egyetemi tankönyvekből, mert takarmány növénytermesztésen kívül én nem tanultam mást az egyetemen. De hát úgy néz ki, hogy megbirkóztam ebben is. A sort a precíziós gazdálkodás kategória díjának átadása követte. A kategóriát a Kite ZRT támogatta, melynek képviseletében Balog Viktor marketingigazgató mondta el gondolatait. A precíziós gazdálkodás egy olyan eszközrendszer, egy olyan tanácsadási lehetőség, ami ezt a döntő szemét, az agronómust abban segíti, hogy a lehető legjobb módon tudja azt meghatározni, hogy mi a következő lépés. És ezek bizony zöld döntések, hiszen a természettel kell foglalkozni, a természetnek kell valahogy utasításokat adni, és bár a természetben az automatizmusok nem nagyon működnek, hiszen mindig egy élő szervezet reagál valahogy, de mindig szeretnénk egy jól előkészített dolgot csinálni. És a precíziós gazdálkodás ezt teszi lehetővé. A precíziós gazdálkodás kategória döntősei 2021-ben az Aranykalász Gazdák Kft., Bogár József, valamint a Vadas Agro Kft. Voltak. A precíziós gazdálkodás kategória győztese a Vadas Agro Kft. Mi volt az a pont, amikor eldöntésre került, hogy erre a rögös útra lépnek rá? Hát igazándiból a 90-es évek elején kezdtük a gazdálkodásunkat. Tehát mi gyerekként a szocializmusban nőttünk fel, aztán rögtön gyakorlatilag a rendszerváltással együtt elkezdtünk kis méretekben gazdálkodni, tehát 4 hektár bérelt földön kezdtük, és aztán lépésről lépésre fejlődött. A megtermelt hozamokat azt mindig visszaforgattuk a gazdaságunkba, és így tudtunk fejlődni. Rövid szünet után a kertészet kategória támogatója az Auditker Kft. Képviseletében Kis Pál ügyvezető köszöntötte a jelenlévőket, aki nem csupán zsűritagként fejezte ki csodálatát a résztvevő birtokokkal kapcsolatosan. Minden birtokon azt látom, hogy az utóbbi 10-20 évben mekkorákat fejlődtek és mivé váltak. Mik voltak 10 évvel ezelőtt és mik most ezek a birtokok? Csodálatosak, olyan fejlődési fázisban vagyunk, volt alkalmam megfordulni külföldön is egy-két gazdaságba, hogy panaszkodni, szégyenkezni valunk nincsen. A magyar gazdaságok közelítik a világszínvonalat, ha nem ott vannak. A kertészet kategória idei döntősei a Kovács Kertészet, Nagy Mihály Gyógynövénytermesztő Kft., illetve a Profitom Zöldségtermelő Kft. Voltak. A kertészet kategória győztese... a Profitom Zöldségtermelő Kft. Kis Pál a Profitom Kft. Tulajdonosát, az 5 gyermekes Dobos Ferencet kérdezte birtokáról. Ott dolgozik minden gyermekem a 2 vállalkozásba, és hát én úgy gondolom, hogy majd az unokáim is, ahol az 5. unokámat várom, úgy gondolom, hogy ők is ezt fogják majd folytatni. Ott tartunk, hogy mindig kevés a terület, mindig építeni kell, tehát még mindig bővíteni kell. Nyilván van egy határ, de hát ameddig bírjuk a családi létszámmal a felügyeleted, addig fejleszteni fogjuk. A gyümölcstermesztő birtok kategóriát az idei évben a Simon Gyümölcs támogatta. A cég 30 éve foglalkozik gyümölcstermesztéssel, mondta el köszöntőjében Simon Mátyás ügyvezető. Cégünk egyik legfőbb alappillére a fenntarthatóság és a környezettudatosság. Gyümölcstermesztés oly módon, hogy a jövőben is fenntartható maradjon az a következő generáció számára. A következő generációnak, melyben számos esetben nem megoldott a generációváltás, hisz nem tudják kinek továbbadni a termelést. Hiszen valljuk be, ez a hivatás ma
nem a legvonzóbb a jelenkor fiataljainak. Bízom benne, hogy saját példám vagy családunk, gazdaságunk példája ösztönző lehet más fiataloknak, generációváltás előtt állóknak a gyümölcstermesztés folytatására. A gyümölcstermesztő birtok kategória idei döntőjébe Braun Attila, a Maglóczki kert és Unyi Mária kerültek. A gyümölcstermesztő birtok kategória győztese pedig a Maglóczki kert. 5 évvel ezelőtt tényleg azért indult, mert a párom szereti a málnát, és úgy gondoltam, hogy időben el kell kezdenem olyasmivel foglalkozni, ahol nem túl sok föld kell hozzá, intenzíven lehet termelni, és itt adódott még a választás a sárga barackra, ami nálunk, a mi vidékünkön nem nagyon ismerős, és elkezdtem kísérletezni a fajtákkal, és ugye a változó éghajlati körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás az, ami például a kajszi barackba is a jövőt segíti. A kategória döntősei közül Braun Attila, az Alba Milagro Hungary Kft. Külön díjában részesült, melyet Major Zoltán ügyvezető adott át. A gála vacsora után került átadásra a fiatal gazda kategória díja. A kategóriát a Pannonia Bio Zrt. Támogatta, melynek képviseletében Lengyel Zsolt kereskedelmi igazgató mondta el gondolatait az előregedő gazdatársadalom kapcsán. Azt gondoltuk, hogy mindenképpen kell motiválni a fiatalokat, a fiatal gazdákat, illetve azokat az embereket, akik még nem igazán ismerik a mezőgazdaságot, azzal, hogy jó példákat tudunk mutatni, és azt gondolom, hogy ez a rendezvény, ez egy nagyon-nagyon jó alkalmat ad arra, hogy olyan emberekkel, olyan gazdákkal, olyan fiatal gazdákkal találkozzunk, akiket szintén példaképnek tudunk állítani a mostani fiatalságnak, és meg tudjuk mutatni nekik, hogy fiatalon is nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni, és igenis van mindenképpen jövő ebben az ágazatban. Ezért meghirdettük, kértük itt a segítséget, hogy találjuk meg azokat a potenciális gazdákat, akiket tudunk jelölni, és azt gondolom, hogy mivel fiatal gazdáról van szó, és nem tettünk különbséget abban, hogy szántóföldi növénytermesztésben jó valaki, állattenyésztésben, gyümölcs, vagy bármilyen más az agráriumot érintő ágazatban, ezért a zsűrinek nagyon-nagyon nehéz feladata volt abban, hogy eldöntse azt, hogy melyik fiatal gazdát, melyik fiatal gazdaságot válassza ki a legszebb birtokként. A fiatal gazda birtoka kategória döntősei a Kabóka Kft., a Lajos Komáromi Agrár Cégcsoport, valamint a Somos Kft. Voltak. A fiatal gazda birtoka kategória győztese a Lajos Komáromi Agrár Cégcsoport. A cégcsoport képviseletében Csepregi Attila az elmúlt 2 esztendő nehézségeiről is szólt. Az a 2 év megmutatta, hogy a mezőság nélkülözhetetlen és stratégiai ágazat egyszerűen megkerülhetetlen. Másik az, hogy persze ezt mindenki elmondja, szép, a természetben dolgozunk, stb. De mégis az a hatalom, hogy folyamatos változás, és a folyamatos változásra minden áldott nap ráhatásunk van. Tehát minden áldott nap az, hogy az adott növény, az adott állat hova fejlődik, az rajtunk is múlik. És ez valamiféle hatalom, és ez egy jó érzés. A kategóriák sorát a családi gazdaság kategória követte. A kategória támogató Fliegel Abda gépgyártó Kft. Képviseletében Ackermann Tamás ügyvezető köszöntötte a döntősöket, és méltatta a családok fontosságát. A birtokok látogatása közben is én ezt láttam, hogy minden családban ott volt ez a tesszük is, és tenni akarás, és ez a hatalom. Ettől voltak nekem szépek ezek a birtokok, és nem, tényleg nem csak a Muskátlitól, vagy akár oda vezető utaktól. Teszik a dolgukat a szántóföldeken, üvegházakban, állattartó telepeken, de leginkább a családban. És mi, mint Fliegel cég, aki ismer minket, remélem, hogy egyre többen tudják, hogy mi is egy családi vállalkozás vagyunk, és mi is ezt a családi tesszük gondolatot valljuk. A családi gazdaság kategóriában a Babarci pincészet, Balogh Balázs, valamint a Borbás kert került a döntőbe.
A családi gazdaság kategória győztese a Babarci Pincészet lett, melynek képviselője családi okok miatt sajnos nem tudott a rendezvényen részt venni, így részére egy későbbi időpontban kerül átadásra a díj. A kategória díjak sorát az állattenyésztő birtok kategória zárta. A kategóriát a Napsugár Trét Kft. Támogatta, melynek képviseletében Hajnal Szilvia ügyvezető köszöntötte a résztvevőket. Vásárlásaink során egyre inkább a tudatosságra törekszünk, és egyre inkább fontosnak tartjuk azt, hogy mi kerül az asztalunkra. Mi ebben az időszakban is csak minőségi termékeket tehettünk ugye az asztalra. Magyarország legszebb birtoka és a díjkiírás teljesen beleillik a mi gondolatvilágunkba, hiszen fontosnak tartjuk bemutatni, hogy hol és hogyan tartjuk és neveljük az állatainkat. Köszönöm a rendezvény megálmodóinak, hogy ezt felismerték, és hogy lehetőséget adtak számunkra, hogy bemutathassuk, hogy mivel és hol foglalkozunk. Az állattenyésztő birtok kategória idei döntősei a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., a Kajic Agro Kft., valamint az Udvaros Farmer Gazdaság voltak. Az állattenyésztő birtok kategória győztese a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. A kategória támogatója az állami cég Hortobágyi Pásztor népviseletben lévő vezetőjét a generációváltásról kérdezte. Egy állami cégnél ez hogy tud megvalósulni? Nagyon egyszerűen, 1000 évek óta ugyanazt a pásztorló legeltetést, ugyanazzal a pásztorló legeltetéssel hasznosítjuk a területeket, és bizony több száz éves pásztor családok alakultak ki. Neveket nem szeretnék mondani, mert ha kihagyok valakit, nyilván abból sértődés lenne. Ezek a pásztor generációk a mai divatos szóhasználattal élve tulajdonosi szemlélettel tekintenek a területre, a jószágra és az egész gazdaságra. Hát így vagyunk mi itt. Azt gondolom, hogy még biztosítva van a kollégáimon keresztül, akiknek ezúton is gratulálok ennek a nagyon szép címnek az eléréséhez. Tehát így biztosított még több száz éven keresztül, hogy az a hagyományos állattenyésztést, amit mi művelünk, azt tovább is tudjuk folytatni. A kategória döntősei közül az Udvaros Farmer Gazdaság a Szeretem a Mezőgazdaságot portál külön díjában részesült, melyet Mátrai Zoltán tulajdonos és Tóth Diana főszerkesztő adtak át, a Kajic Agro Kft. Pedig a kategória támogató Napsugár Trét Kft. Külön díját kapta. A gála est zárásaként következett a közönségdíj, az Erste Bank külön díj és a Magyarország legszebb birtoka díj átadása. A közönségdíj támogatója az RVA Magyarország Kft. Képviseletében Pulai Ferenc Enikő marketingvezető mondta el a díjjal kapcsolatos gondolatait. Társaságunk és ezzel együtt a mezőgazdasághoz kötődő Raiffeisen márkanév 25 éve indult útjára Magyarországon, RVA Magyarország Kft. Néven. A vállalat tulajdonosa egységes stratégiát kialakítva hosszú távon tervezte meg működését, és elkötelezte magát a magyar mezőgazdaság támogatása és fejlesztése mellett. Ezért is csatlakoztunk örömmel a hazai birtokok népszerűsítéséhez, mivel hiszünk abban, hogy a jelölt gazdálkodók vezetői áldozatos munkájukkal és szakmaszeretetükkel olyan példával járnak elő, mely bárki számára tanulságos lehet, akár a szakmai, akár a magánéletben is. A közönség szavazás során a legtöbb szavazatot elérő, vagyis a közönségdíjas, a Kovács Kertészet lett, a második, illetve a harmadik legtöbb szavazatot pedig a Varga Pincészet és a Borbás Kert érte el. A közönségdíj mellett egy hagyományos különdíj is átadásra került a rendezvény pénzügyi partnere, az Erste Bank jóvoltából. A bank a hazai mezőgazdaság egyik legnagyobb finanszírozójaként szintén a kezdetek óta támogatja a rendezvényt. A különdíj átadása előtt Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető szakértője köszöntötte a vendégeket. Ezeket a különdíjakat azért azoknak fogjuk ma is átadni, akik nem csak az MLB céljainak a kielégítésében járnak az élen, hanem a mi értékrendszerünknek is megfelelnek. Na bum, hát mindannyian megfelelnek. Hát aki most ebben a teremben van, és
a döntőbe jutott, az nyugodt szívvel mondhatom, hogy igen, ennek a családnak a része, és valóban megérdemelten adhatnánk nekik mindannyiunknak még egy díjat, én szívesen meg is tenném, mégis ki kell egyet választani, ebben az évben egy olyan családot választottunk, aki több generációban együtt vállukat összevetve dolgoznak, piciről tartanak a nagy felé, és igen szimpatikusan, igen hatékonyan és igen nagy sikerekkel végzik a dolgukat. Az idei győztes. Erste Bank külön díjasa, Günzer Tamás családi pincészete. A borászt a szakmai elismerései mellett az egyre fontosabbá váló generációváltás kérdéseiről is kérdezte Fórián Zoltán. Nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy mind a két gyermekem, egy fiam és egy lányom van. A fiam a főborász már 5. éve a pincészetnél, a lányunk a marketing munkát végzi, úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon biztonságban van a pincészetnek a jövője. Nagyon szépen köszönöm és szívből gratulálok még egyszer. Az est fénypontja a Magyarország legszebb birtoka díj átadása. A 8 kategória győztes közül választotta ki a szakmai zsűri azt a gazdaságot, amely elnyerte a 2021-es Magyarország legszebb birtoka kitüntető díjat. A Magyarország legszebb birtoka díj Hortobágyra kerül az idén. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Részére a fődíjat a Magyarország legszebb birtoka díj fővédnöke Jakab István adta át. Fogad nagyon nagy szeretettel ezt a díjat, ami rajtad keresztül az összes hagyományőrző, hagyománytisztelő magyarnak szól, aki képes a hagyományt az újjal ötvezni és új programot adni a magyar állattenyésztésnek is. Génmegőrzéssel, új technológiákkal és új megoldásokkal együtt. Isten éltessen, jó munkát, további sok sikert! A fődíjas vezetőjét a főtámogató Grupama biztosító képviselője is köszöntötte. Nagyon szépen köszönöm még egyszer kollégáim nevében is ezt a fantasztikus díjat. Ezt a díjat nem egy ember nyeri meg, és nem is csak egy társaság, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., hanem mindaz az őshonos állattartó, aki fölvállalja azt, hogy azért az őshonos állattartás nehezebb, mint egy intenzív állattartás. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak szól, és ha nehéz szavakat találni, megmondom őszintén, nagyon szépen köszönjük. Mátrai Zoltán egy-egy emlékplakett átadásával köszönte meg a pénzügyi partner Erste Bank, a szakmai partner Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a főtámogató Grupama biztosító, valamint a díj fővédnökének segítségét és támogatását. A gála hivatalos részét az Agrotrend csoport ügyvezető tulajdonosa zárta, aki elsősorban köszönetet mondott a gálának otthont adó Nyakas Andrásnak, valamint Hajdúnánás polgármesterének. Azt szeretném elmondani és megköszönni nyilván a vendéglátónknak, hogy egy ilyen csodás rendezvényt hoztak létre, de én ezt egy picit komplexebben látom, mert szólalt polgármester urat, hogyha még egy köszöntés erejéig felállíthatom onnan az asztaltól, és elmondhatom polgármester úr, hogy az a példaértékű összefogás, ami köztetek van, amit látunk most már kb. 5 éve, hogy ezt egyáltalán figyeljük itt köztetek, azt hiszem, hogy azt a példát az országban sokan megirigyelhetik. Azt mondta erre elnök úr, Jakab elnök úr, hogy mit csodálkozok, ezen a hajdúságban vagyunk, hogy itt ilyenek a hajdúk, mert hogy őnek erről van ilyen tapasztalata. Ilyenek a hajdúk, vagy nem ilyenek a hajdúk, én azt nem tudom megítélni, én azt látom, hogy ti ilyenek vagytok. A díjátadó gála után közösen ünnepeltek a gazdák, a birtoktulajdonosok és a szervezők. A felhőtlen hangulatról pedig Tordai Zoltán zenekara gondoskodott.